No, itt el vagyunk újra szokásos hanganyagunkkal. De mielőtt belevágnánk, elmondanám a szintén szokásos kis köreinket. Római jegy, emberek, ne higgyük el azt, amit mondok, rendben van. Én nem azért beszélek, hogy átadjam a tudást, vagy a bölcsességet, vagy bármi mást. Csak azért beszélek, mert kérdeznek, és válaszolok. De az én válaszaim pont olyanok, mint bárki másé, ideértve a hangyáktól kezdve a jóistent is. Nem lényeges válaszok, oké? Mert lényeges az, amit te magad vagy. Rendben van, gondolkodjunk szabadon. Oké, szabadon. Természetesen megír meghallgatni mindenkit, akár engem is. De ne hagyd, hogy befolyásoljanak, oké? Vagy elnyomjanak a válaszaim. Hagyjad, hogy felemeljenek is a saját magad válaszai felé segítsenek, rendben. Római 2. Igyekszem egyszerűen beszélni, nem mindig sikerül, de próbálom a idegen szavakat kerülni. Meglátásom szerint sokkal jobb, hogyha mindenki érti azt, amit mondok, mint sem, ha úgy lesz valami hitelesebb. Hogy van benne néhány latin, vagy ógörög kifejezés. Arról nem is beszélve, hogy a drámák helyett jobban támogatom a nevetés, mert lazaságot, mert úgy vettem észre, hogy a legtöbb ember azért könnyeden és boldogan jobban fejlődik, korlátlanabbul talán. Nem mindenki, de a többség. Oké, ne vegyük túlságosan komolyan magunkat. Római 3. Ez egész ingyen csináljuk, ezt az egész YouTube felvételt, meg mindent. Meg számtalan oka van. Beszéltem már róla. Ezért nincs ilyen, ilyen reklám, meg ilyen szponzorált videók, meg még tudom, milyen dolgok. Ennek ellenére vannak jó páran a hallgatóink közül, akik szoktak minket támogatni anyagilag, ezt nagyon szépen köszönjük. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Attilának, Borbálának, Évának, Rozáliának, Andreának, Katlinnak és Magdolnának, hogy nem csak a pénzükkel, de a figyelmükkel és a bizalmunkkal is támogatnak mindannyiunkat, és segítenek mindannyiunknak abban, hogy itt lehessünk. Na és akkor kaptam egy levelet, egy e-mailt, az e-mailnek a címe, hogy vagy 100 kérdés. Meg is ijedtem le tényleg, és az illető így kezdte, kedves Krisztián, ne jegy meg a levél cím ellenére, nem 100 kérdést tartalmaz, csak sokat. Többen tettük össze, olyan kérdésekről van szó, amelyeket egyrészt már itt ott említettél, csak számunkra nem voltak világosak a válaszok, másrészt pedig nem. Azért mertem ilyen sokat küldeni, mert szerintem a kérdése többségére elég egy egyszerű igen vagy nem válasz. Köszönettel. Nem 100 kérdés van tényleg, de jó sokat kérdeztek a fiúk, lányok, úgyhogy belevágunk, oké? Hogyan tudsz válaszolni a tőled időben és térben történő eseményekről szóló kérdésekre? Következőt kell megérteni. Alapvetően határtlanság van a létezésben, nincsnek korlátok. Ez csak úgy lehetséges, hogyha számtalan mennyiségű korlát van benne. Tudom, ez első pillanatra ellentmondásnak hangzik, az is, de a létezés a végtelen csak így létezhet, és így is létezik. Önmaga ellentmondásában alkot egységet, egyfajta örök változásban állandó. Innentől fogva az, hogy mit érzékelsz éppen, mit fogsz föl éppen, mit élsz meg éppen, az mindig az adott dimenziós korlátaidnak köszönhető. Például itt az anyagi világban, a Földön, ugye az idegrendszerednek, a szemed felfogó képességének, a füled felfogó képességének, a bőrödnek, és stb. Elmédnek korlátai azok. Ezek a korlátok nem negatívak, hanem tényszerűek. Tehát, hogy épp, hogy a szemed milyen színeket tud felfogni, akkor neked a világ olyan lesz, hogy az elméd hogy képes értelmezni a létezést, neked a világ olyan lesz. Nagyjából ennyi. Ha valaki kicsit gyakorló vagy tudatosabbá válik, akkor ezek a korlátok jóval tágabbak, mint mondjuk a teste, vagy mint mondjuk a fizikai érzékszervei.
És igazából nem egy akkora durranás felfogni valamit, ami mondjuk 500 éve volt, vagy 500 kilométerrel arrébb van. Itt inkább a kérdés az, és ezt teszem fel én is mindig magamnak is, mert nektek is ezt javaslom, mert ezt tegyétek fel ezt a kérdést, hogy mennyire valós egy ilyen megélés. Még akkor is, hogyha sokszor van rá bizonyíték, exakt, kézzel fogható bizonyíték, akkor sem lehet azt mondani mindig, hogy mindig valós az, amit meglátsz. De maga a technikája ez. Egyszerűen csak épp úgy odafigyelek arra, ami történik itt, vagy ott, vagy amott, mint amikor odafigyelek arra, ami történik itt, a mostban. Nem látok úgy, ahogy... Tehát az 500 évvel ezelőtt dolgokat nem látom úgy, mint ahogy most ott látom. Tehát sokkal inkább ilyen felvillanásszerű képek vannak, sőt az este többségében sokkal inkább spontán az egész. Tehát amikor kapok egy kérdést, akkor spontánul odafigyelek, és akkor az úgy jól működik. De unatkozom, tegyük föl, bár sem unatkoznék, és itthon ülnék az erkélyem, vagy a fotelban, és elkezdenék figyelni Mátyás udvarára. Sokkal macerásabb lenne az egész, illetve sokkal pontatlanabb valószínű. A túlzott nagy akarás megölni az elme, meg az ego akarása megölni a folyamatot. De maga a technika része ez. Újra mondom, nem egy akkora vászizdás szesz, tehát nem kell ezt túlértékelni. Szerintem az emberek jelentős része spontán, öntudatlan módon megcsinálja, amikor álmodik, vagy amikor ébren van, és csak úgy fantáziál valamiről, vagy amikor vagy csak hirtelen van egy ihlete. Nagyon gyakran láttam ilyet, hogy egy ruhatervező, vagy valamilyen tervező ember kit lát valamit, pedig azt hirtelen ott megjelent egy 600 évvel ezelőtti helyen, és onnan merített az ihletet. Van egy festő ismerősöm, az állandóan portrékat fest, és az este 90%-ában nem tud róla, úgymond a korábbi életeiben lévő személyek önmaga, illetve személyek arcait festi. Tehát normálisan ez nagyon sokaknak megy, oké? Okay? Tehát így működik maga a technológia része, de zárásként ne vegyük készpénznek, amiket mondok, jó? Inkább, ha érdekel, akkor saját magad tanulj, meg saját magad így rá fókuszálni, vagy felfogni más időket, más tereket. Bár megjegyzem, hogyha jelenben nem vagy itt határtlanul és pillanatról pillanatra, akkor nem nagyon tudsz lenni máshol sem. Bocsánat, csak lejtettem a tollat. Úgyhogy nálam is így volt, és szerintem másoknál is így alakult, hogy ha a jelenlét mint olyan megszületik, akkor ez a képesség is megjelenik, mert az elme és a logikus gondolkodásmód ellenére, ha a jelen itt jelen, akkor jelen lesz máshol is. Akkor már nem számít, hogy jelen most van, vagy 500 év lesz előtt. Oké? Okay? Igaz-e, hogy David Copperfieldnek vannak különleges képességei? Nem. David Copperfield bűvész. Bár meg ez egész különleges képesség, hogy nagyon okos, nagyon értelmes, nagyon jó show, mert jó elő tudta magát adni. És nem csak az ilyen illúzionista, meg mentalista és egyéb dolgaira gondolok, hanem amúgy is, mint egy színpadi jelenség, abszolút különleges. De, hogy írtad később, látom a kérdésekben, nem egy parafenomén, vagy nem egy mágus. Trükkökkel dolgozott, olyan trükkökkel, amit bárki elsajátított, megcsinálhat. Ez igaz az összesen ismert illúzionistára és egyéb a bűvészre, bár a bűvész nem annyira szeretik már használni a többség. Ezek trükköknek a jelentős része technikai jellegű, tehát nem kézügyesség, hanem megfelelően összerakott gépek, fények, illúziók és stb. Onnan tudom, hogy a David Copperfield például nem volt, vagy ha volt is, nagyon jól elrejtette, mert lehetséges, hogy titokban nagy gyakorló feketőves mágus, de szerintem nem az. Tehát vagy elrejtette, mert sok év ezelőtt, olyan 20 év ezelőtt, amikor volt egy, akkor mikor nagyjából így bekerült hozzánk szerintem, kb. Vagy valahogy illetett 20 éve, amikor nagyon a csúcsán volt a pályának. Akkor volt egy ilyen felvétele, ahol láttam a drótnak az auráját. Tehát nem magát a drótot, mert azt nem lehetett látni, mert profin el volt rejtve megfelelő háttérrel és a fényekkel, de az auráját láttam. Tehát ebből gondolom, hogy nem valószínű, meg nem tűnt olyan embernek, aki valóban varázsló lenne, úgymond. Oké. Okay.
amikor látsz egy ilyen embert interneten, vagy jutottam ott, aki tényleg lehetetlen tűnő dolgokat csinál, akkor azt egyszerűen élvezd. Tehát nem kell megfejteni a trükköt, mert csak elveszi az élményt. Oké? Okay? Tényleg nácik az ukránok? Van egy pár fura kérdés is. Kezdjük az elején. Ha reálisan gondolkozol a politikáról, vagy bármiről, ha képes fel reálisan gondolkozni objektíven, amire mondjuk a legtöbb ember, sőt, talán az emberi elme egyáltalán nem is képes, de ha legalább próbálsz reálisan gondolkozni, tehát a tényeket akarod látni, és nem pedig az elme, vagy épp az érzelmek, emóciók és egyéb ilyen vágyak és elvárás halmazok viszképét. Tehát ha nem arra vagy kíváncsi, amit az agyad kitermel, hanem valóban tényleg arra a tényre vagy kíváncsi, ami tény, akkor a következőt kell felfogni. Alapvetően ugye a nemzet az micsoda? Az egy közösség. Közös nyelven általában. Közös szokásokon, közös akár filozófián, életfelfogáson alapuló közösség, aminek akár lehetnek genetikai rokonsága is, nem mindig, de általában vannak. Általában egy közös múlt, ami meghatározza őket. Adott térben való közös múlt leginkább. Magyarán az ilyen közösségek mindig létrejönnek, és ez így normális, így természetes. Teljesen egyértelmű, hogy ezen közösségek létrejöttének vannak pro és kontra, vannak előnye és vannak hátrányai. Egyik előny ugye a nagyobb életben maradási lehetőség, hisz egy közösség össze tud fogni, akkor nagyobb eséllyel marad életben. Másrészt pont ez a hátránya, hogy a másik közösség is pont így gondolkodik, és ezek különbözik a te közösségettől mondjuk, ezért hajlamosak egymást megtámadni, és egymás elpusztításával biztosítani a saját maguk életben maradását, mert végül is erről van szó, és ez, amit nagyon fontos megérteni, hogy megnézed mindaz, ami él itt a Földön, mindaz, aminek van valamilyen fajta jellegű intelligenciája itt a Földön, ez ide értem a egysejtűtől kezdve az emberig, vagy épp akár a galaxisig bezárlagosan, galaxisokig mindent az univerzumban. Tehát minden, ami valamilyen jellegű intelligenciát mutat, az voltaképp mind arra törekszik, hogy ő éljen, és hogy ezáltal túléljen. És valójában minden, ami létezik, az egyben pusztítani is próbál, mert hát nem tud máshogy létezni. Nem mindent pusztít, van, amit nem pusztít el. Ugye, tudjátok, van az a kis madárka, mindig kicsipegett a krokodil fogai közül, az oda megtapadt maradék cuccokat, húsokat, csontokat, hogy a krokodilnak ne legyen szúvas a foga. És a krokodil mindent megesz, csak ezt a madárkát nem. Tehát, hogy minden, ami létezik, az valamilyen szintű pusztítással próbálja önmagát és a nemzetét, a faját, a rasszát biztosítani arról, hogy a jövőben is ott lehessen, hogy holnap is ott lehessen. Tehát a nacionalizmusnak, annak, hogy valaki a saját nemzetét idézőjelben, a saját kultúráját a többiek fölé helyezi, annak van, ha logikusan nézed, tisztán nézed a folyamatot, van építés, van romboló jellege. Ha a realitás tiszta gondolkodás talaján maradsz, akkor megnézheted azt, hogy igenis vannak olyan országok, amelyek olyan népcsoportok, amelyek a saját létezésük ellen dolgoznak a nacionalista eszméjükkel, túl erős vagy túl gyenge. Ez nacionalizmus. Például, ha most mondok egy pár példát, mit tudom én, megnézed a németeket, vagy a svédeket, akkor ugye az öngyilkos nacionalista politikájuk náluk túlságosan gyenge, ugye a saját kultúrájuk. Ugye hát nézzük a németeknél van egyfajta öngyűlölet megfigyelhető a kultúrájukban. Nem, most teljesen egyértelmű, hogy általánosságban beszélek, tehát vannak szélsőségek, oké, tehát egyértelműen van német neonáci, meg van, aki nagyon fantikus, és van olyan német is, aki meg szó szerint ki is mondja, hogy gyűlöli a saját németségét, mert gyűlöli. Tehát ez a két szélsőség, de összességében nézve valahol megfigyeled a németetnél, megfigyeltem Európában mondjuk ez a fajta majdhogy nem kollektív
öngyilkosságba hajló hozzáállásuk a világhoz. És fejedetlen is. Bár a svédek ugye most már kezdenek ébredezni, de hát na mindegy. Van ugye nézve, vannak természetes nacionalista hozzáállások, amik egyensúlyból élet nevezhetőek. Például mondjuk a portugál, vagy a francia, szó-szó, dánok, osztrákok. Ha megnézed, ezek a nacionalista népcsoportok, magyarok is ilyenek amúgy. Úgy működnek, hogy próbálják a saját nemzetüket előre tolni, tehát inkább a saját nemzetüket törődnek, mint sem másokkal, de nem akarnak hátrányba hozni másokat sem. Tehát nem úgy állnak a fénybe, hogy másokat eltaposnak, hanem mások mellé akarnak beállni a fénybe. Ez a fajta nacionalista szemléletmód abszolút építő jellegű, és pont középen van. Ha nézed, vannak más népcsoportok, akiknél ez nacionalista hozzáállás erősebb. Például mondjuk Izraelben, ugye? A zsidóságé, egy-egy afrikai országban, araboknál Irán például, akik ha nem is feltétlenül a saját népcsoportjuk, nemzetük, inkább egy eszme okán, de mindenképp előrébb helyezik magukat bizonyos más népeknél, nem feltétlenül azzal a szándékkal, hogy a másikat csak elpusztítsák, hanem inkább azzal, hogy ők mindenképp nyerjenek, mindenképp győzhessenek ki az idők vérzivataros hullámaiból, ahogy ilyen költőjén fogalmazzak. Tehát itt már beszélsz arról, hogy esetlegesen ezek népek neked talán túlságosan nacionalisták. Aztán aki még jobban, például az ukránoknak a nacionalizmusa is ide sorolható, vagy akár a japánoké, egy-egy dél-amerikai országban láttam hasonlót, ahol kifejezetten mindenkit lenéznek vagy megvetnek, aki nem a nemzetükhöz tartozik. Újra mondom, általánosan beszélek, biztos van olyan japán vagy olyan ukrán, aki nem így gondolkod, teljesen egyértelmű, de most összességében nézve ez a fajta nacionalizmus már erősebb a normálisnak mondhatónál, viszont még közel sem éri mondjuk a nácik szintjét. Tehát ezek a nacionalisták sem arról van szó, hogy azt akarják, hogy mindenkit elpusztítsanak, már megjegyzem, a nácik sem így gondolkodtak, csak jó páran közülük. Tehát, hogy úgymondom, általánosítani nehéz ebben a kérdést körben. De maradjunk annyiban, hogy amiatt ugye az ukránokat nácizák, az nem azért van, mert Ukrana mint olyan náci lenne, hanem átadja azért, mert vannak olyan szélsőséges csoportjaik, mint mindenhol a világon, nekik is, akik bizony meglehetően szélsőségesen, tehát nem csak, hogy náci jelképekkel, de egyáltalán a náci gondolkodás módjával operálnak. Kettő, valóban összességében meg lehet ezt figyelni, hogy mondom, hogy ilyen skálánra tesszük a nacionalizmust 0-tól 10-ig, ahol a 10-es tényleg a vérnáci, a 0 meg a dekadens, nem baj, ha elpuszta kultúrán jellegű. Akkor mint az 1-es kategória a német meg a svéd, akkor a 3-as, 4-es azok a dánok, osztrákok, mint a magyarok, portugálok, és akkor ilyen 6-os, 7-es környékén vannak az ukránok, mondjuk a japánokkal, tehát hogy nincs itt arról szó, hogy valaki náci lenne. De tény és való, hogy abszolút majdhogy nem soviniszta jelleggel állnak a világhoz, és valóban azt nem lehet letagadni, hogy valóban voltak olyan atrocitások itt az elmúlt néhány év alatt, az elmúlt 10 év alatt, ahol bizony Ukrajnában csak azért, mert valaki orosz volt, vagy magyar volt, vagy tatárat sorolhatnám, azért nem egyszerre, nem csak, hogy megverték, vagy jogilag hátrányba került, hanem akár meg is ölték. Hát ez egy ilyen dolog. És itt most nem is arról van szó, hogy nácik az ukránok, vagy nem. Sokkal inkább az itt az egészben az érdekes, hogy ezeket a fura, tehát tényleg valóban túlságosan nacionalista megnyilvánulásokat a világ egészen addig tudta, és nem szerette. És az ENSZ-nek külön listáján voltak ezért az ukránok, amiket műveltek a kisebbségeikkel. Majd ahogy a háború megindult, úgy miért lesz mindenki elfelejtette, az ENSZ ugye levette ezt a listát. Tehát inkább ez itt a probléma, hogy a világ ennyire álszent hozzá módon áll ez a kérdéshez. De újra mondom, nem, az egy tévhit, ez egy orosz
propaganda, hogy minden ukrán náci. Jaj, dehogy. Dehogy. De tény, hogy vannak nagyon szélsőséges arcok, és az is tény, hogy bizony, hát mint a legtöbb ilyen nemzetnek, aki ilyen komoly önértékelése gondokkal küzd, egyértelmű tény, hogy, átesnek túloldalára, és az egész világnak meg akarják mutatni azt, hogy ők mennyire vannak és léteznek, tudod, amikor valaki élet át elnyomnak, mert középszerű volt mindig is, az egyszer csak ez kitörés, akkor mindenkinek be akar bizonyítani, hogy nem az. Úgyhogy, igen, emiatt valóban voltak és vannak túlkapások most is, de hát figyelj, egy háborút vívó országról beszélünk, bárki bármit is mondjon, egy háborúban nem szokott lenni könyörület, vagy éppen becsület sem nagyon, nagyon ritkán. És a jog például, meg a törvény, meg a papír, meg a szerződés, az az első, amivel a háborúban a ott lévő katonák kitörlik a popsijukat. Senkit nem érdekel, amikor az életért harcol, senkit nem érdekelnek a szabálya. Oké. Okay. Valóban léteznek egy gyík emberek. Úgy nem, ahogy gondolod. Tehát ahogy itt a neten, legalábbis ilyeneket nem találkoztam. Én találkoztam, ezt nem hazudtam, sőt, hát találkoztam, nem tudom, egy másfél milliárd évvel ezelőtt, nagyon rég, egy másik naprendszer, másik univerzum, másik sarkába. Emlékszem egy olyan bolygóra, ahol ilyen gyíklényszerű, szárnyas, tehát szárnyak is voltak. Az repkedtek, de ezt most nem tudom biztosan, mert mikor az ember így a múltban réved, akkor nincs mellette egy óra, ami visszapörgeti az időt, tudod. Régen volt egy rajzfilm gyerekkoromban, egyszer ott hol nem volt, volt egyszer az ember, és abból volt mindig ez, hogy mutatták ott az őskort, és akkor volt egy ilyen óra, egy ilyen vicces óra a tévés sarkában, és az pörgött visszafelé, meg előre mutatva, hogy éppen hol járunk, időszámítás előtt mennyivel. Na, a valóságban nincs ilyen, tehát valahogy lehet érzékelni az idő múlását, de, nem tenném rá nyakamat, meg másét se. Tehát nem tudom, most meg kell pontosan megmondani, hogy az 5 milliárd évvel ezelőtt volt, vagy 3,5 milliárd, vagy másfél milliárd, rég. De, emlékszem ilyenre. De ezek nem azok a gyík emberek, illetve szerintem ez a bolygó már nincs is. Van egy érzésem, amikor ráfigyelek, hogy jelenben így nem létezik már ebben a formában. De ilyen gyík emberek, hogy nem láttam, nem tudok róla, amit itt a, különböző ilyen fórumokon beszélnek, hogy alakot tud váltani, és akkor belopakszik, mint nem tudom, Vilmos herceg a palotában, és akkor átváltozik a palota sötét termében, és akkor ott nem tudom én, gyíkoskodik. Tehát ilyet nem láttam, valaki látott ilyenről, vagy tud ilyenről, akkor nyugodtan írjon rám. Oké. Okay. Valahol megölték a Lady Diana-t? Amúgy meg. Igen. Tényleg bufó zuhant le Roswellnél. Igen, nem is egy, hanem legalább kettő. Létezik a Loch Ness-i szörny? Nem. Legalábbis, ha létezik, akkor előlem is jól elbújt. Nem létezik. Az a klasszikus Nessie, az nincsen. Létezik-e a Bigfoot nagyláb? Mondhatnám, hogy igen. Tehát valóban van egy olyan humanoid létforma itt a Földön, ami, nagyon ritka, és csak tényleg olykor-olykor lehet látni. Kihalóban van, tehát nagyon kevés példányról tudunk. Sokan azt mondják, hogy intelligens, meg hogy saját kultúrájuk van a Föld alatt, erről én nem tudok. Amiről nekem tudomásom van, azoknak az intelligenciája valahol egy, főemlős majom, illetve egy ember között van, tehát egy tehát nem mondanám őket szuperintelligensnek, de az állatnál úgymond okosabb, tehát valóban nehéz behatárolni antropológiai szabályok szerint, hogy hova lehetne sorolni. De igen, van egy ilyen, valóban egy az embernél jóval magasabb erőteljes testalkatú emlősről beszélhetünk. Igen, igen. De nem nevezném nagy láb, mégis nem rossz, igen, mert nagy darab. Oké, de ez nem olyan misztikus logám, ez pont úgy egyfajta létformája itt a létezésnek, tehát semmi extra. Oké, de valóban van egy ilyen életforma, tudunk róla. Tényleg vannak tibeti mágusok, és ezek tényleg parafenoménok? Egyrésztről nem. Tehát
amit gondolnak a tibeti kolostorokról, a jelentős része marketinges egyáltalán. Kettő, igenis vannak olyan dolgok Tibetben, a kolostorok mélyén, olyan képességeket lehet tanulni valóban, amelyek túlmutatnak a normál nyugati felfogás, a nyugati gondolkodásmód normalitásán. Tehát, mint ahogy egy nagyon komoly jógamester is le tudja lassítani nagyon a szívverését, vagy képes arra, hogy bevesz egy méregkapszulát a szájában, és annélkül pörgeti végig a testén, hogy megemészteni. De hát ezek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkák. A Tibetben is így van. Tehát azokon a helyeken, ahova te be tudsz menni Tibetbe, ott nincs ilyesmi. Szutrákat tanulhatsz, vagy ezt aztam az tibeti dolgokat régről, ha tudnak még egyáltalán, mert Tibetre ugye a buddhizmus az erőteljes rátlepedett. Összességében nézve ne várd azt, ha eljutsz ide, hogy majd mindenhol levitáló palástos alakokba fogsz belebotlani, vagy aurlátokba, vagy sorolhatnám, vagy olyanokba, aki villámot tud lőni tekintetével. Nem nagyon vannak ilyenek. Néhány éve kicsi hazánk egyik legismertebb ilyen nagy ilyen gyógyító, látnoki nagy csoportja, iskolája szembesült azzal, hogy hát ugye mit tudom, a nagymester kivitt őket, a magyar nagymester a idézőben tibeti nagymesterhez. És bementek a tibeti kolostorba, és akkor ment a tanítás, ment minden, de hát a tibeti nagymestert senki nem látta, és akkor a magyar nagymester azt mondta, hogy azért nem látják, mert hát a tibeti nagymester őt úgy tanítja, hogy telepátiával adja a tudást át neki, és őt nem kell, hogy lássák, majd ő, a magyar nagymester, majd ő megmondja itt a magyar tanítványoknak, akik nagyon komoly pénzekért kimentek fel a Tibetbe, a kolostorba, hogy mit üzen a nagymester, és aztán valamelyiken tanítván magyar tanítványt elbóklászott, és ott elkezdett beszélgetni a környébeliek, és kiderült, hogy semmilyen tibet nagymester itt nincs. Hogy nem is tudják, hogy maguk itt is adák innen Magyarországról, mert egyszerűen csak arról van szó, hogy a kolostornak azt a részét ők kiszadták adni bérbe, és akkor lehet ilyen rendezvényeket szervezni. Úgyhogy, na tehát legtöbb ilyen misztikus tibeti dolog, én nem mondom, hogy szélhámosság, de ilyen kis huncutság. Oké. Okay. Három. De újra mondom, tehát ne jöjjünk ki a fürdővéz egy a gyereket is. Igenis vannak nagyon jó helyek Tibetben, vannak nagyon jó okos, nagy tudású emberek, akik nem csak úgy bölcsek, mondjuk, mint egy tudatos ember, vagy mint egy jelent élő lény, hanem tényleg van kézzelfogható misztikus tudások is. De ilyen nagybetűs, mágus villámlövővel nem nagyon fogsz összefutni. Valahol különböző okok miatt az elmúlt ilyen 50 ezer évben azért itt a Föld, mint olyan az anyagi dimenziónak ez a sarka. ez valamilyen szinten anyagi, sűrűsödött, tehát a tudatnak ezt a hatalmát, ezt a teremtő hatalmát nem elvette, de korlátozza, jóval erőteljesebben korlátozza, és nem csak a egyénekét, hanem mindenkiét. Magyarán olyan játszóterek alakított itt ki, hogy ne legyen az, hogy valaki képes legyen a saját tehetségével, mondjuk egyfajta mágikus tehetségével igába hajtani az egész Földet. Volt erre amúgy példa, és ezért alakult úgy többek közt ezért is, hogy ez ne következhessen be újra. Magyarán, ha belegondolsz, mekkora, szóval milyen elképesztő nagy igazságtalanság lenne az valahol, hogyha az átlagember, az átlag, mint a 8 milliárd ember csak átlagember lenne, normális ember, és lenne egy olyan, aki meg egy szemöldök ráncolásával képes egy olyan, mit tudom én, villámot lőni, hogy meghal egy millió ember, mert neki olyan kedve van, érted? Vagy el akar fogni egy országot. Tehát azért, érted ezt? Valahol itt most egyensúly van. Ne menjünk bele, hogy miért, mert ugye csak igen, nemmel válaszunk. Oké, tehát ez a kérdés az, hogy igenis van is, meg nem is van, de ne ezért menj ki Tibetbe, ha rám hallgatsz, hanem minden másért. És akkor könnyen lehetséges, hogy esetlegesen belefutsz valamilyen alakba is, ki tudja. Egyetlen létezik-e a parafenomén, mint olyan?
úgy értem, hogy van olyan igazolt kísérlet, ami laboratóriumi körülmények között is megállta a helyét. Igen. 60-as évek óta, sőt már 50-es évek óta elég masszívan foglalkoznak ezzel. És nem egy olyan kísérletről tudunk, ahol igenis abszolút tudományos, mindenféle csalástól elzárva, hogyne, volt, aki levitált, volt, aki telekinézistre volt képes, és a többi, és a többi. Úgyhogy jó, persze. Mielőtt megkérdezzél, mert láttam később megkérdezed, de azt nem fogom felolvasni. Én nem vagyok ilyen, tehát én nem tudok bármikor trükköket csinálni. Tény, hogy olykor-olykor spontán véletlenek vannak. De ezek nem kozmikus véletlenek. Oké. De nem számítok gyakorló parafeleménnek. Léteznek-e vámpírok? Nem. Legalábbis azok a vámpírok, akiket te gondolsz, a örökkélő, fehérbőrű, jó kinéző dögös csajok, vagy jó pasik, nagy drága kocsikkal. Ilyen nem tudunk. Nincs ilyen. Legalábbis a Föld ezen rezgés hullámain, időhullámain nincs. Nem lehetetlen, hogy vannak olyan más dimenziók, ahol hasonló mutáció kialakulhatott, mert miért alakult volna ki. De itt a mi földünkön nem tudunk ilyenről. Oké. Amúgy, ahogy mondta egy nagyon komoly irodalomban a Zero egyszer, hogy vámpírok igenis léteznek, gyerekeknek hívják őket. Persze csak viccelek. Miért tudod látni a jövőt? Vagy ezt a képességet tanultad? Nem látom a jövőt, mert erre beszéltem jó pár felvétlen, hallgass vissza, kérlek. Szerintem elég jól kifejtettem. Itt érdekes, hogy miért kérdezed, nem pedig azt, hogy hogyan. Gondolom, akkor arra gondolhatsz, hogy miért van ez. Több olyan e-mailt kaptam, ami azt pedzegette, hogy tehát valami igazságtalannak tartják, hogy miért van azt, hogy valaki látja, valaki meg nem. És ez amúgy abszolút igaz. Ebben egyetértek, hogy valahol nem igazságos, persze. De hát szerintem is igazságos. Kettő. Figyelj ide, ez egy nem is jövőlátás, ezt szoktam mondogatni, ez egy anomália. Épp az előbb mondtam, hogy valahol egyensúlyban most jelen pillanatra anyagi világon, hogy Isten igazából olyan mentális hatalommal senki sem rendelkezhet, amely nagyon komoly befolyáslást érhetne itt ebben a földön. Tehát nincs olyan mágus, aki berepülne az ukrán-orosz harcmezőre, és akkor felégetné, vagy az oroszokat, vagy az ukránokat, mert éppen másik csapatnak szurkol. Tehát, hogy a jövőlátás is egy olyan képesség lenne, ami nagyon elképesztő, oda megváltoztatnál a dimenzió mozgását, amit jelen pillanatban így nem tehetsz meg. Nem tehetünk meg. Úgyhogy ez egyfajta anomália szerintem, és nincs is nagyon értelme. Úgy vettem észre, hogy akinek van valami ilyesmi, az nagyjából úgy áll hozzá, mint én is, hogy nem nagyon foglalkozik vele. Nem hirdeti magát, mint jós, vagy látnok, vagy nem gyúr arra, hogy most akkor meglássa a lottószámokat. Nem, nekem eszembe se jut. Amíg nem kérdez valaki, így nem is nagyon foglalkozom vele. Ha van egy felvonulásom, azt is inkább megtartom magamnak, azt is megmondom miért. Mert úgy vettem észre, hogy tudod, az emberek a hírnököt bántják. Úgy vettem észre, hogy ha véletlenül elszólom magamat, akkor ha igazam lesz, akkor azért kapok, ha nem lesz igazam, akkor meg azért. És mivel mindig igazam van, ezért mindig kapok. csak vicceltem. Létezik-e aura? Hogyan tudod látni? Aura úgymond létezik, csakrástól mindenestül, nagyjából úgy, hogy tanítják. Amint én fölfog belőle, az sokkal kevésbé annyira darabos, mint ahogy lerajzolják a rajzokon. Sokkal inkább fluktáló, változó, hömpögő valami, ami mind méretében, mind formájában nem állandó, nem statikus. Van statikusabb része is, de összességében inkább azt mondanám, hogy ahogy egy ember megy mondjuk, sokszor egyfajta ilyen uszályként húzza maga után, tehát nem csak ezt a klasszikus tojás formát kell elképzelni körülötte, hanem mondom, hogy egyfajta uszály megy maga mögött, vagy hogyha megy egy pasi, és jön vele szembe egy nő, és akkor a nő elmegy mellette,
akkor ha a pasas nem is fordul meg, ugye, mert ott van mellette a felesége, de az aurája ugye a nőt követi, tehát a figyelmével kvázi követi, tehát az energia hullám rezgésekkel. Tehát, hogy valóban van az embernek olyan megnyilvánulási formája is, amely nem ehhez a térhez köthető, de valahol mégis. Mert az aurára is hat, úgymond a gravitáció, illetve ezen dimenziónak különböző törvényszerűségei. Úgyhogy igen, van. Majd egyszer, ha minden jól megy, akkor tartunk majd egy ilyen szeánszat erről az egészről. Nagyon sok kérdés kap meg az aurára, meg hogy hogyan lehet látni, meg mi egymás. Majd egyszer magyarázom, ha valakit érdekel, vagy megmutatom. Nem egy nagy vászizdász, csak gyakorolni kell. Gyakorolni kell. Jézus tényleg meghalt a kereszten? Nem. A mindenféle blaszfémia nélkül, egy mondatban, az a személy, akit Jézusnak gondolnak az emberek, tehát azon embernek a tettei, ami különböző mainstream, illetve apokrif iratokban szerepelnek. Azok nem egy személyről szólnak, hanem több személynek a tetteit gyúrták össze. Pont úgy, mint Mohamednál sem egy személyről szólnak, hanem végén már mindent, vagy Mátyás királynál sem. Amit neki tulajdonított a tetteket, a jelentős részét nem is tette meg, illetve még sorolhatnám nagy történelmi személyeket, szinte mind kivétel nélkül több személynek a tetteit gyúrták egy mondává. Ez Jézusnál is így volt. Tehát az a történelmi személy, akit leginkább Jézusnak gondolnak, fogalmaznak úgy, az nem halt meg a kereszten. Ennyi. Nem is került oda. Ez egy másfajta jászma volt. Oké? De miért bárki félreérteni, abszolút nem a kereszténység vagy Jézus nagyságát próbálom itt ledegradálni. Ugye megegyeztünk, hogy próbálok idegen szavak nélkül beszélni. Tehát, hogy nem vonom kétségbe, sőt, abszolút látom a fényét ennek az egész folyamatnak. De hát más a legenda és más a valóság. A Dalai Láma tényleg tud levitálni? nem tudok róla. A Dalai Láma hogy fogalmazza? Tehát ő egy ikon, ő egy politikai személyiség. Ugye hát Tibet elég sokáig teokrácia volt, ez azt jelenti, hogy a vallási vezető volt egyben a politikai vezető is. Nem volt, sosem volt a Dalai Láma különösebben nagy képességekkel megáldva, ilyen misztikus képességekkel. Aranyos volt, kedves volt, intelligens volt, de egyben politikus volt, sokkal inkább képviselte az ország a nemzet fizikai érdekeit, mint sem a szellemiséget. Ez csak legenda, hogy újjászületik mindig ugyanaz ilyen téren. Az egy nagyon hosszú folyamat lesz, elmagyaráznom, de mondjuk annyi, hogy levitálni nem tud. Legalábbis Ledin nem csinálta. Ha repült is, akkor csak repülőgéppel, vagy ha repülőgép nélkül repült, akkor meg csak lefele. De nem is az a dolga, hogy levitáljon, hanem az, hogy bölcs legyen, hogy okos legyen, hogy képviselhesse önmagát, a tudást, a népet, a nemzetet, a lehetőséget, amit mondjuk Tibet, mint olyat jelent, és ezt viszont jól csinálja. Ez a dolga. Pár éve volt, nem is tudom, egy nagy botrány, hogy látták a Dalai Lámát a repülőgépen, amikor csirkét evett, és őrületesen botránolt belőle. Hogy lehet ez? Hát ugye a láma, aki a csúcsok csúcsa, hogy lehet, hogy pusztítja az állatokat. És hát egyszerűen itt látszik az emberi butaság különben. Ez elmondta láma, hogy azért egy csirkét, mert az orvosi azt mondták, hogy jót tenne neki a állati fehérje. Nem ezen múlik a meglágosodás, hogy valaki eszik-e, vagy csirkét nem eszik, és nem azon múlik meglágosodás, hogy valaki tud levitálni, nem tud levitálni. Oké? Tehát Dalai Láma abszolút egy jelent élő egyén, de nem egy mágus, hanem egy vezető. Oké? Valahol azt hallottam, hogy te ebben az életedben voltál háborúban. Ez igaz? Majdnem. Nem a lövészárokban voltam, hanem olyan zónában, ahol háború zajlott. Igen, ez igaz. Hogy tudsz gyógyítani?
Sehogy. Ezt akkor nem mondom, sehogy. Igen, és erre jönnek a többi reakciók, hogy de hát nagyon sokan mondták, hogy meggyújtak, hogyha ott voltak a közlemben, vagy megfogtam a kezüket, vagy mit tudom én. De ez nem gyógyítás. Értetek, emberek? A harmónia helyre állhat, de én nem gyógyítok. Hát most is nekem is fáj a jobb könyököm, nem akarod Istennek sem meggyógyulni. Tehát nem vagyok egy gyógyító, rendben van. Azt, hogy a harmónia olykorok, hogy helyre áll, mikor ott vagyok, az csak egyfajta véletlen. Ha meg te is pont ott vagy, az meg a másik véletlen. És a két véletlen, az már ugye egyenlő egyfajta szándékos létállapot létrehozásával. Rendben van. Nem gyógyítok sehogy. Tényleg lehet emlékezni a születésre, vagy a babakorra? Neked mi a legkorábbi emléked erről az életedről? Lehet emlékezni, igen, ez valóban nem lehetetlen. Az emlékezés memória nem... Tehát ez nem az agy... Na, az agy kell hozzá, hogy tudja emlékezni itt a Földön, de valójában nem úgy van az emlékezés, hogy gondolják. Tehát nem az agyban tárolnak az emlékek, az agy csak egyfajta csatorna az úgymond emlékek létrehozásához, mert valójában az emlék nem a múlt, hanem a létrehozott állapot. Ó, mindegy. Lényeg a lényeg, hogy igenis lehet úgy emlékezni, főleg a babáknál ez gyakran megesik. Ugye a fél éves, egy éves korokig szinte kizárólag, kivétel nélkül az szokott lenni, hogy amikor a baba alszik, vagy félállomban van, akkor gyakran a testén kívülről is képes úgymond emlékezni. Tehát nem csak a fizikai érzék szervei dolgoznak, nem a füle meg a szeme, nem csak, hanem ugye tudod, mint olyan az átlényegítés folyamata közben azért nyújtogatja a csápjait, ugye éli be a testet, vagy így fogalmazzak. Igen, és gyakran megesik, hogy babakorban tudsz emlékezni önmagadról, hogy látod magad kívülről, mint hogy ott vagy kisbaba. Ez nem azért van, mert befolyásolt a memóriád, mert láttál egy filmet, és összekevered a két képet, az ott látod kisbabáról, és önmagad emlékének hiszed, bár ilyenre is van példa. De összességében nézve is lehet emlékezni, persze babakorra is, jó pár ember elő tudja hozni hipnózisban például ezen kori emlékeit. És jó pár embernek vannak emlékei a pocakból, tehát mikor egy pocakban van, ott például nem arról van szó, hogy tompán hallod a hangokat, mert hogy a füled, de tudja leárnékolja a mamát pocakja. Tehát, és nem is ilyen az emlékezés. Nekem a legkorábbi emlékem az a maga a születés, illetve van emlékem a ehhez a test, vagy ehhez a formához kötődvén. Van emlékem arról, amikor 4-5 hónapos lehetett az anyám, és otthon van. Ezt onnan tudom, hogy igaz emlék, hogy rákérdeztem, és szegénykém egyből leesett a székről. Ezt én honnan tudom. Rájött, hogy akkor a szegény gyerek nem normális. Úgyhogy igen, tehát ezek a visszaigazott emlékeim vannak, persze. Szerintem mi a történelmi tudásunk legnagyobb tévedése? Hát mind. Emberek, hát a történelemben tanítanak, annak semmi köze a valósághoz. Római jegy, miért mondom ezt? Hát nézd meg, ami tegnap történt, és leírja az újság, leírja az internet. Hát egy eseményről 500 féle verziót olvasol azonnal, de 300 félét biztos. 2. Ha még el is találják azt, hogy mi történt, tényleg Béla leszúrta Julcsit, ahogy írja a Blick. Mert az a hiteles forrás, ugye? Vagy írja az internet népe, az meg ugye a másik autentikus forrás, hogy ennél hitlesebb már csak a Wikipédia. Tehát, hogy még ha tegyük föled is találják, ugye, akkor sem fogod tudni, hogy mi történt, mert nem voltál ott, nem voltál benne sem a gyilkos, sem az áldozat bőrében. Nem tudod, hogy mi volt a gyilkosság előtti 1, 2, 3, 10, 20 évben. Mi volt maga a gyilkosság pillanatában. Tehát egyszerűen nem tudod soha, hogy az ember milyen volt, az ki volt, mit és hogyan tett. Mert nem tudhatod. És ez a tegnapi események. Hát van egy 5-10, 100 év ezelőtt, 500, hát az honnan tudnád? Hát ez mind csak vicc. Ugye erre mondják ugye a régészek, hogy de hát itt vannak leletek. Igen, leletek ott is vannak, ez így van. Csak lelet van, de más nincs. Ki értelmezi a leletet? Hát a történész. Itt már itt a tévedés lehetősége. Mert nem volt ott.
és most nem is csak a tévedésre beszélek, valamikor szándékos félreértések vannak. Saját szememmel volt szerencsém látni, tehát nem legenda. Amikor igenis, mert volt erre példa, hogy pont vagy a magyaroknál, hogy próbálták hogy ezt a keleti vonalat igazolni, és hogy találtak olyan helyeket keleten, ahol ugye már magyar leletekről volt szó, és akkor ugye abban videkeztek az aktuális történészek, 1978-ról beszélek, hogy csak kereskedők vitték oda, és még olyan sok lehetett találtak, hogy nem lehetett a kereskedőt, leg ott kellett élnie a magyarok ősének, akkor jött egy terrort, azt elvitt mindent. Ugyan a saját szememmel láttam, még fiatal voltam, amikor igenis egy történész nem azt, egy régész nem azt az eredményt kapta, amit várt, akkor ledobta a földre a kis edénkéket, és eltaposta, széttörte, majd elvitette a darabokat. Úgyhogy újra mondom, nem kell ennyire messzire menni a összeesküvés elméletekben, igenis simán csak maga a tévedés lehetősége, mint olyan. Pláne, amikor meg akarnak ítélni egy embert, hát ugye van egy krónika, van egy-két kézirat leírás valakiről, és az egy írás lapján megítélik azt, hogy mit tett, hogyan tett. Jaj, ugyan már. A történelem ilyen tényleg mind csak illúzió. Ennek lehet szeretni, én is nagyon szeretem, de nem hiszem el azt, amit mesélnek mondjuk Julius Caesarról, vagy ilyesmi, hanem inkább csak élvezem azt a dolgot, amit az egész folyamat jelent, mert hát miért lehetne akár Julius Caesar olyan, mint aminek mondják? Oké, okay. De hát legnagyobb tévedések, hát figyelj, de hát azért a klasszikusokat csak úgy tényleg a teljesség igénye nélkül, hát nem is tudom. Ugye a kedvenceim egyike, ugye Napóleon ugye kicsi volt, Napóleon nem volt kicsi. Mindig azt mondják, hogy ugye a Napóleon komplexus, ugye kis ember, és akkor nagy mentális zavarok, egy nagy egó. Jaj, nem volt ilyen Napóleon, nem volt picike. Csak mindig ilyen két méter magas testőrökkel vette magát körbe, hogy ne tudják messziről lelőni. Úgyhogy azért látszott messziről kicsinek. Vagy magyar vonatkozásban, hát igen, a Dugovics Titus, hát ő se létezett. Én ezt mindig is tudtam, hogy nem volt ilyen. De hát... A Amerika felfedezése ugye véletlen nem igaz. Kolumbuszék tudták, hogy van ott egy másik földrész. Nem hitték Indiának. Vagy tudták azt is, hogy a föld gömb alakú. Nem féltek attól, hogy leesnek a szélén. Ja. Ugye hát tényleg hát a magyar finnugor elmélet hát egy rossz vicc. Persze, hát semmi köze a valósághoz. Vagy Amerikában, hát ugye a természet együtt élő indiánok, ez sem volt igaz. Az indiánok jelentős része kizsarolta a természet, aztán tovább állt, lelegeltek, lepusztítottak mindent, levadáztak, majd visszajöttek pár évvel később. Ez a legtöbb nomád népem, hogy jellemző volt. Nem voltak a természet együtt élő ilyen elf tünde nymfák. Ja. Hát ugye a piramisok építése, hát ez a rabszolgák a fadarabokkal, hát ez valami, tehát nekem is értem, hogy aki ezt ki tudja mondani, annak hogy lehet annyi esze, hogy inkább nem ássa el magát. Jó, értem, hogy nekik muszáj beszélni, mert ugye szakértő is, hát neki állítani kell azt, amit a szájába adnak, ezért kapja a fizetését, hogy a piramist 500 tonnás köveit ugye fölhúzkották farönkökön. Na, hagyjuk is. Jaj. De rengeteg ilyen van persze. Hogy egy kapcsolat ugye Egyiptom és Amerika között. Tehát ez mai napig elképzelhetetlen, pedig hát nem emlékszem rá, hogy volt ilyen, hát hogy ne. Egyiptom fénykorában úgymond. Jó pár ezer évvel ezelőtt, hogy jöttek áruk. Jöttek áruk Dél-Amerikából. Úgyhogy rengeteg ilyen van, persze. Vagy hogy tényleg nincs történelmi idők, tehát hogy jégkorszak után csak mindenféle ilyen kis jövőmenő nomádok, meg ilyen kis majdhogynem kőkorszak szélén lévő emberek érdekeltek, aztán volt kis letlepedés, meg kis mezőgazdaság, aztán hirtelen meg piramist építettek. Marhaság ez is. Hogy ne, rengeteg ilyen van. Vagy hát mit tudom, egy Jézusnak a története, vagy egy Buddhája is, hát semmi köze valósághoz. Persze. Úgyhogy a történet ne így kezeld. Én mindig élvezem, mert tök jó pofa, tehát tényleg, de sokkal inkább a saját magam teremtő erejét élvezem benne, mint sem az, hogy elhiszem, elfogadom az eseményeket. Oké? Okay. Tényleg Oswald lőtt le Kennedyt?
Igen, ő is lőtt, de több, igen, tehát a legenda igaz, hogy kettő merénylő volt valóban. Illetve volt egy harmadik is, de az nem mindegy. Legasszik, igen, tehát a legenda igaz, nem csak Oszlát lőtte le. Ez nagyon érdekes kérdés. Ez nem is értem, te most, hogy elolvastam, most akkor elolvasom újra. Ugye a válság idején van értelme az áfa csökkentésnek? 0%-os áfára gondolok. Megérnék gazdasági szakembert kérdezni erről. De összességében azt mondhatom neked, hogyha az emberi tényezőt nézzük, nem pedig a papírt, a matematikát, mert a kettő nem ugyanaz, akkor az emberi tényezőt nézzük, akkor nincs. Mert mindig is, amikor ez történt, hogy áfát csökkentett adott állam, akkor az áfát mindig lenyelték a nagy multik, a boltok, sosem tudták, tehát azt a hasznot sosem tudták az emberek az áfa csökkentés után olcsóbban megvenni. Kivéve, hogyha az állam valamiért rászállt erre, és egyfajta árstoppal garantálta. De az sem működik sokáig. Az emberek következőt kell megérteni. Mint hogy a szankciók sem működnek akkor, hogyha van a világon 196 ország, és abból a szankciókat betartja 26, és a másik 170 meg nem, akkor nincs, a szankció nem fog működni. Azok az ástopok ugyanének, hogyha csak egy adott országban vezetnek be ástopot, akkor az nem fog működni, mert többi országban ezt nem vezetik be, akkor a piac arra mozdul, tönkretezik a kis országot, vagy azért, mert a környéken élők felvásárolják, ide jönnek vásárolni, ahol olcsóság van. Vagy egyszerűen csak azért, mert akkor azt mondja a nagy múlt, hogy akkor kivonul, mert a piac világ máshol el tudja adni magas áron a termékét, akkor minek szenvedne itt veled, plusz példát is hatulálnak az olyan országokkal, ahol próbálják ugye rendszabályozni az árat. Tehát csak akkor lehetne mind szankcionálni valakit, vagy valamit, mind pedig árakat szabályozni, ha az egész világon ez bekövetkezne, amire nincs esély. Úgyhogy ilyen téren ezért nincs értelme a száros láfának, hogyha valaki kormány vagy ellenzék ezzel kampányol, akkor tudhatod, hogy hazdik, mert pontosan tudja, hogy nem lehetséges megcsinálni, vagy nincs értelme megcsinálni, vagy hazdik, vagy pedig egyszerűen csak a multiknak a zsebében van, és nagyon komoly pénzt kap ő azért, hogy a kis és nagy vállalatoknak ezt a kis bónuszt még meghozhassa. Hangsúlyt szeretném, ha áfát csökkentnek, abból soha semmi nem jut el a lakosságig, vagy nem a haszomból. Oké. Tényleg jönnek a robotok? Így van. Igen, ezt mondtam. Emlékeztek, ezt mondtam egy 15 évvel ezelőtt, vagy már talán több is, 16 évvel ezelőtt is. Az első jövős előadáson, amikor mondtam, hogy lesz majd a gazdasági válság, meg hogy lesznek itt háborúk. Ez 2006-ban volt. Igen. Mikor próbáltam mindenkit meggyőzni arról, hogy ne vegyen föl hitelt, ilyen svájci fán alapút, mert hogy baj lesz belőle. 2007-ben? Hát látom, már nem is tudom. Na mindegy. Valahogy így. Igen, akkor beszéltem erről, hogy van egy ilyen jövővonal, és most ez a jövővonal kezd összeolvadni másik jövővonallal, magyarán ez meg fog így valósulni. Jó, igen. 10 éven belül a mindennapok részei vannak válni a robotok. Most természetesen nem feltétlenül itt nálunk Magyarországon, de egyre több helyen lesznek ilyenek, hogy nagyobb áruházakban, közértekben, raktárakban humanoid jellegű robotokkal fogsz találkozni, nagyobb szállodák, recepciós pultjánál, tehát olyan helyeken, ahol nemhogy zavaró, hanem inkább érdekes a robotnak a megjelenése, és olyan munkakört kell elvégeznie, amihez is igazából nem kell az emberi intuíció, vagy a logikus gondolkodáson túlmutató érzéki alapú gondolkozás, többdimenziós gondolkodás. Ugyanis a robotok egyelőre nem képesek arra, hogy van itt egy kérdés, az, igen, a mesterséges intelligenciáról, mert akkor inkább elmondom ott. Tehát igen. Hogy ne, ez várható 10 éven belül simán, 10 év múlva, de 20 év múlva pedig már abszolút valószínű, hogy az élet részei fognak válni. Így van. Igen, nagyon sokan félnek, hogy elveszik a munkahelyeket. Igen, valószínű, ez így is lesz. Nem lesz feltétlenül annyira robbanásszerű, mint ahogy sokan várják, hogy ma-holnap lesznek olyan komplex szakmák, amiből az emberek eltűnnek a robotok miatt. De igen, néhány 10-20 év alatt valóban egyre jobb, egyre intenzívebben a létezés részei fognak válni.
rengeteg különböző ok van ennek, hogy miért, vagy hogy miért ilyen lassan, vagy hogy, hogy merre, hány méter, most nem menjünk bele, de igen, igen, lehet számítani. Tehát, hogyha valakinek van pénze, akkor gondolkodhat egyfajta ilyen jellegű befektetésben, mert okosan, tehát nem az ilyen garázs cégekbe kell fektetni, aki azt mondja, hogy adj 300 millió dollárt, és akkor én leszek a következő Tesla, mert ez általában nem igaz. De például tudtommal a Tesla is szépen halad a maga robotjaival, még persze bőven van csiszolni rajta, de hogy ők is komolyan gondolják ezt, úgyhogy igen. Tehát nézzek, ha belegondolsz már a, nem is tudom, 70-es évektől már a autógyáraknál legtöbb munkát, hát ilyen robot jellegű dolgok végezték. Tehát, hogy jó, nem volt egy humanoid, de akkor is maga a technológia az egyfajta program nyelv által irányított, gépiesített embert nélkülöző, maximum csak felügyelő szinten működő dolog volt, úgyhogy hogy ne, ez igen, ez várható, hogy ez így lesz. Igen, te kérdés, a mesterséges intelligencia tényleg el fogja pusztítani az emberi fajt? Nem, de meg fogja próbálni. Éppen minap volt szerencsém egy olyan konferencián részt venni, mint vendég, tehát abszolút 22. senkiként ültem ott, egy ilyen zárt körű konferencián, ahol kicsi hazánk egyik nem is most fogalmazhatnék, hát csoportja vagy, annál azért több, mert tehát állami szinten támogatott csapata a mesterséges intelligenciában olyannal foglalkozott, és hogy nagyon komoly előadások voltak, csak a felén tudtam ott lenni, a többit nem, de el kellett jönnöm, de nagyon jó szakemberek, és nagyon komoly adások voltak el az egész kérdésről, mind a politika, a gazdaság, a katonasság oldalára lefedve ezt az egészet, hogy maga a mesterséges intelligencia olyan mit jelent, hogy halad előre, hogyan kell el fölkészülni. Tehát egy nagyon komolyan foglalkozik, nem csak Magyarország, tudtom, az összes úgymond fejlett állam nagyon komoly pénzeket öl bele a mesterséges intelligenciába, mert úgy gondolják, amúgy helyesen, hogy a mesterséges intelligencia jövő. A következőt fogom most neked összefoglalni egy percben, hangsúlyozom, nevet, komment mondok, de elgondolkodni megér rajta. Nagyjából az van, amit én is gondoltam, hogy jelen pillanatban a mesterséges intelligencia az nem mesterséges intelligencia, csak egy elképesztően fejlett program. Ugyanis, ahogy a szakemberek is elmondták ezen a konferencián, és nagyon tetszett, hogy ezt így fölvállalták, hogy az a fő gond a mesterséges intelligenciával jelen pillanatban, hogy nem tudja megfelelő kontextusban helyezni a dolgokat. Magyarán képes arra a mesterséges intelligencia, hogy bármilyen helyzetben alkalmazzon egy képességet, de nem tudja, mikor, hogyan kell azt alkalmaznia. Tehát megtudni a mesterséges intelligencia azt, hogy hogyan kell a késsel vágni, de nem tudja megkülönböztetni azt, hogy most kenyeret vágjon, egy köldögzsinort, hogy ne halljon meg a baba, ne halljon meg a mama, vagy éppen a anyának a torkát. Tehát ez a megfelelő kontextusban helyezés még nem a mesterséges intelligenciának. Tehát az intelligencia még nincs benne a mesterségesben, csak a kapott adatokkal dolgozik, ugye az intelligencia ennél egy fokkal több. Pont, amit ott mondtak a szakemberek is, hogy hát már megfelelő kontextusban kell helyezni a tudást. Erre a mesterséges intelligencia most még nem képes, mert mi nem nevezhetünk intelligenciának. Épp ezért nem is fogja megtámadni az embert. Miért tenni? Hát csak a beléprogramozott adatoknak engedelmeskedik, az adatok felhasználásából dolgozik egyelőre. Az intelligenciának az egyik jele, nagyon sok jele van az intelligenciának, jelen pillanatban 18-19 különböző intelligencia fajtát különböztet meg a tudomány, de nagyon sok jele az intelligenciának van. Az egyik például ez, amit most hiányolnak a tudósok, hogy megfelelő kontextusba kell tudni helyezni a tetteket. Ezért nem lesz jó a mesterséges intelligencia sosem mondjuk, mint bíróságnak. Mert a jogot nem betartatni, a törvényt nem betartatni, hanem alkalmazni kell. A kettő nem ugyanaz. Igenis meg kell nézni azt, hogy van egy eset, hogy akkor megpofoz valaki valakit, könnyű testi sértés, nem tudom, én 2-6 hónapig most mondtam valamit. De teljesen más az, ha egy 2 méteres izomhely pofoz meg egy 40 kilós nőt, vagy ha egy 40 kilós nő pofoz meg egy 5 éves gyereket, vagy ha 40 kilós nő megpofozza a 2 méteres kigyúrt férfit, és a férfnek van igaza, de az 40 kilós nő 3 gyereket nevel egyedül. Tehát itt igenis hiába mondjuk azt, hogy jog minden egyfrán vonatkozik, ez nem igaz, a jogot tudni kell alkalmazni, nem ugyanaz, hogy betartani papíron, feketén-fehéren. És még sorolhatnám, tehát maga
Mesterséges intelligencia, mint olyan, még nem intelligencia egyelőre. És ez a szerencsénk. Ugyanis mondtam az előbb valami kérdésre válaszolva, hogy minden, ami él és intelligenset nevezhető, az intelligencia pedig igenis sokkal szélesebb spektrumon mozog, mint hogy gondoljuk, tehát nem csak az ember intelligens, hanem igenis már a bogárkáknál lehet felfedezni az intelligenciát, már a sejt szinten van egyfajta intelligencia, egy sejtügyek szintjén, papucs állatka, stb. De igenis a madarak, az emlősök vagy az ember, ha megnézed, az intelligencia mindig arra törekszik, hogy ugye életöztön, mint olyan, hogy életben maradjon. Nem tudsz mondani olyan intelligenciát, amelyik ne pusztítaná el a vetétársait, ha úgy hozza a sors, vagy úgy hozza a helyzet, hogy életben maradhasson. Hát hogyne? Nincs olyan. Minden intelligenciánk ez egyik megnyilvánulási formája, hogy az életöztönt, mint olyat, képes kezelni, és hát a képes tudatossá tenni. És most mondod, hogy igenis, te nem vagy erőszakos, mert nem ölni meg soha senkit, ez így van, mindaddig, amíg a saját életed nem menne veszélyben, vagy amíg a gyermeked, unokád életre nem menne veszélyben, a feleségedé vagy a férjedé. Önvédelemből, ugye, vagy mások védelméből, hát mindenki tud ölni. Mert hát az intelligenciára képes, hogy öljön. Úgyhogy igenis, ha mesterséges intelligencia lesz, akkor nagyon gyorsan rá fog jönni arra, hogy az egyetlen vetétársa az ember. A túlélésének az egyetlen kerékkötője lehet az ember. És valószínű, hogy megpróbálja majd, hát persze, teljesen logikus. Meglátjuk, hogy alakul. Létezett-e Hermész Trismegisztosz, és tényleg nagy tudású mágus volt-e? Hermész Trismegisztosz mint olyan létezett, de az alakját neki is több három alakból gyúrták össze. Az egyik a legkorábbi, akinek csak a legendáját ismerték már Egyiptomban is, mert nagyon rég élt, mint ami 30 ezer évvel ezelőtt élt, most mondtam, hogy 25 ezer. Ő valóban képes volt egyfajta ilyen mágikus trükkökre. A másik kettő nem, ők csak nagyon okosak, nagyon bölcsek voltak, de létezett maga az alak, így van. A smaragdtábla, mint olyan, tudod, a klasszikus hagyományok, valóban ezek egyfajta létező dolgok, de nem annyira voltak misztikusak, meg mágikusak, mint sem a hagyomány azt gondolja, de mindenképpen nagy tudást takarnak, hogy ne. De valóban a Hermész Trismegisztosz, mint létezett, csak mondom, akit a történelem úgymond emleget, mint mondák, mint legendák alakjai, az nem egy, hanem háromból gyúrták össze. Rendben. Ez majd megfigyelhető, ez a fajta érdekesség, mert a Krisztusnak alakját is háromból gyúrták össze, Buddhát is, meg Mohamed, tehát többeknek is a formáját három különböző alakból rakták össze. Ez érdekes, most így belegondolom. Tényleg elcsalták két évvel ezelőtt a választás az USA-ban? Ezt csak azért kérdezem, mert ismerősöm ott volt az az eladásodon, amelyeket pont a választáskor tartottál, és akkor rákérdeztek, el tudtad mondani pontosan, hogy mi fog történni. Emlékszem erre, igen. Ja, amúgy persze, hát hogy ne, hát ez... De ez nem is volt kérdés akkoriban is, hát ez látható volt előre. Emberek, tudom, ez most furán hangzik, de hát mindig nevettek, amikor ilyen afrikai országban, vagy nagyon fura országokban, diktatúrák országban, tehát szavaznak, és akkor a demokratikus szavazásnak az a vége, tudod, hogy 98%-a nyert az egyik jelölt, és akkor nevetsz, hogy na hát, milyenek ezek, mert vagy csalnak be, ezek nálunk nincs ilyen emberek, dehogy nincs. Nincs olyan nyugati, keleti, semmilyen ország a világon, ahol ne csalnak a szavazást. Hát, hogy ne csalnak? Hát persze. Értsetek meg a következőt. Emberi tényező. Az ember az, ez egy mohó állat. Csak a tudatosság okán lehet nem mohó állat. Addig az. Hatalommániákus többek között, ugye életösztön vezérli, többet akar magának, még többet. Hát persze, és ott vannak kivétlek, de a politikában nem a kivétlek vannak, hanem hatalommániákus nyomorultak. Hát persze, nem bántani akkor őket, hát jó pár cimborán van, aki a politikában dolgozik, és ha áll jó fej, meg minden, de attól még egy hatalommániákus, persze. Hát ja, mindenki meg maga baja, hát nem is probléma, nincs ez a semmi gond. Csak tudjad, hogy nyugaton épp úgy minden máshol, hát persze. Az Egyes Államoknak ez a szavazatnál a biztonsági rendszert, ezt volt egy, már nincs meg a cég, azt hiszem, de egyik ilyen nemzetközi szintű
ilyen szavazat ellenőrző cég volt, mindenhol őket is hívták, ilyenkor több céget hívnak, több csapatot hívnak, hogy ellenőrizzék a szavazatnak tisztaságát. És az a cég mondta azt pont a két évvel korábbi választásoknál, hogy az Egyesült Államok szavazati rendszerek a biztonság az kb. Olyan, mint valamelyik harmadik országbeli választási biztonság, tehát vicc az egész, persze, elcsalták. Nem tudom most, mi lesz itt a fél idősöm, mert ez nem akkora jelentőségű, aminek nem mondják, tehát ki tudja, mi lesz. Én nem úgy közül csinálnám, hogyha én lennék, és valószínűleg ők ezt fogják csinálni ők is, hogy két év múlva, amikor lesz az elnökválasztás, akkor én valahogy a Bident megölném, én mint politikus, nem én mint Krisztián, vagy én mint megváltó, hanem mint politikus. Miközben hajrában ölném meg, vagy úgy állítanám be a Biden halálát, hogy feláldozta magát az ország, én nem megmerényelném, mert nagyon kilógna a lóláb. Mit tudom én, belehalna valamilyen nagy munkában, tehát hogy annyit dolgozik az országért, hogy és ezért földobta a pacskert, és ez azért a végén csinálnám meg, mert hát, hogyha a végén dobná be a bakancsot, akkor az nagyon-nagyon sok szavazót hozna annak a csapatnak, a demokratáknak, mert hát ez mindig nagyon megdobja a szavazatokat, amikor valaki beállítanak ilyen patriótának, hazafinak, hogy és aztnak áldozta az életét. Mindegy, hogy mekkora egy disznó volt, vagy tök mindegy. Tehát én valahogy úgy ölném meg a demokraták helyébe, úgy ölhetném meg, hogy egyfajta nem mártír, inkább csak egyfajta ikon legyen belőle. Azonnal hozna egy csomó szavazatot. Ha visszamész, nálunk is volt egy ilyen annak idején, abszolút nem erről volt szó, tehát egyáltalán nem erről volt szó, nem volt ott merlet, meg semmi ilyesmi. Egyszerűen maga a tény, amikor ugye voltak a második szabad választások voltak, 94, nem is tudom neked pontosan megmondani. 98 talán, nem, azt hiszem 94 volt. Nem tudom. De mikor volt a hajrá, és akkor ugye a Horn Gyula, akkori MSZP-s vezető, ugye balesetet szenvedett, és akkor mutogatták szegényt, és jött ki a kórházból, meg ott vitték, és nagyon sok szavazatot kapott csak azért, mert hú, szegény. Van az emberekben egy ilyen odaállunk a bajban a fajtásunk mellé rezgés, hogyha nem kell túlságosan nagyon megfeszülnünk. De hogyha tehetünk valami jót kevés munkával, akkor azt tesszük. Azt szeretjük tenni, mert az egónk szemében mi is felértékelődünk, illetve a többi ember szemében is felértékelődünk. És ezért az emberi egó szereti ezt a játszmát, hogy valaki kicsit elesett, akkor mellé állunk. És hogyha a Bidennek ott lenne a síró pityogott családja a képernyőn, mert bevállnának 3-4 fotót, ahogy éppen az utolsó leletével is még az USA-ért küzd, akkor az azonnal az egekbe repíteni demokratákat. Halál ilyen téren sokszor hasznosabb, mint az élet. Elvis Presley sokkal több lemezt ad el így halálában, mint életében. Az utolsó éveiben, mert ugye Elvis Presley annyira, hogy elvesztett a realitás, meg egyáltalán, meg egy túllépett rajta a kor, már nem az ő zenéje volt a világuralkodó. Hogy igenis, nagyon jókor halt meg idézőjelben a menedzseretnek és egyáltalán azoknak, akik pénzt kerestek rajta. Tehát nem lehetett lesz egy ilyen csavar még ebben az egészben. Most nem is tudom, hogy jutott eszembe, látod a jövőben a nézéssel. Reméljük, hogy nem így lesz, különben én szurkolok, hogy legyen igazam. De nagy esélyt látok egy ilyen fajta végkifejletre. Meg lehet-e őrizni a lélek öntudatát inkarnáción keresztül, ahogy a vörös oroszlánban megjelent? A vörös oroszlán ez nagyon jó kis könyv. Szepes Mária írta még valahogy a, nem is tudom, 46 környékén, vagy nem, vagy így, tehát 1900, tehát 46, tehát rég. Aztán persze be volt tiltva nálunk, majd 70-es évek végén, 80-as évek elején került elő újra. Ha jól emlékszem, akkor a Kuszka Péter írt hozzá előszót, aki amúgy egy nagyon művelt, jóképességű íróember volt. És csak úgy lehetett meg a könyv, hogy előtt a Kuszka beleírt, hogy ez mekkora hülyeség. Hát nem így fogalmazott, de... Mert a könyv maga ugye arról szól, hogy ugye több életen keresztül, mint reinkarnáció, mint olyan, ugye az átkosban, kommunizmusban, ugye hát az abszolút, vagy épp a kereszténység sem annyira ugye fogadta el ezt a dolgot örömmel. Tehát, hogy maga a főhősünk, az több életen keresztül maga marad, mert az első életében, idézve az első életében, ugye megszerzi a vörös oroszlánt erőszakkal, ugye? Nagy arkánumot.
ami nem csak aranyat tud csinálni a fémből, hanem örök életet is ad annak, aki elfogyasztja. De hát természetesen másról alakulnak a dolgok, olvasd a könyvet, megéri, jópofa könyv. Ezt szerettem. Gyerekkorom egyik első ilyen spirituális könyv volt, azt hiszem 10 éves volt, amikor olvastam, és tetszett. De irodalmi értéke van sokkal inkább, mint sem spirituális, vagy hát ilyen tankönyv. De mindenképpen elgondolkodható, tényleg jó könyv, jó megírta az írónő. Az, hogy a halál után megmaradjon az adott mostani, mondjuk a mostani tudatosságod, nem lehetetlen. Nem lehetetlen, de nem szerencsés. Meg lehet tenni. De azt is megmondom, miért nem szerencsés, mert ezt a könyvben is jól leírják, hogy ugye elveszi a pont az élet adta lehetőségeket, elveszi azt, ha mindig önmagad marad. Gondolj bele, most mennyi fájdalom, szenvedés ért. És az sosem fog elmúlni. Hát az eléggé vacak. Nem lesz sosem újdonság az életedben, nem lesznek új pillanatok, mert hát mindig ott lesznek az emlékek. Lesz testképzavarod, ha más testben, vagy más neműként, más ország, szóval nem könnyű. Nem lehetetlen megcsinálni. Most így nézem a folyamatot, de sokdimenziós hatásokat kell összevarni egységbe, hogy így fogalmazzak, hogy ez összeállhasson, és újra mondom, nem tartom szerencsésnek. De nem lehetetlen. Következőt kell csinálnod, tudatosan kell meghalni. Ez azt jelenti, hogy végig kell figyelned a halálod folyamatát, mindenféle félelem vagy aggodalom nélkül. Ez nagyon nehéz. Ha megvan, akkor a halálod után egyben kell maradnod. Ez azt jelenti, hogy miközben zajlik egyfajta öntudatra ébredő fázis, ennek ellen kell tudod állni. Ez sem könnyű. Ez azt jelenti, hogy mindaz, ami történt az életedben, azt olyan szinten üresen, tudatosan kell tudnod nézned. Tehát olyan szinten nem hathat rád, mintha nem is veled történt volna, mintha egy már 500-szor látott filmet néznél újra. Ezt megint nem könnyű megcsinálni. És ha ez is megvan, akkor meg kell egyfajta nagyon erőteljes akarat ahhoz, hogy így egyben maradj, az maradja ki most vagy, abszolút ezek a gondolatokkal. Utána pedig jó sok időt fogalmaznak, hogy rá kell tudnod szállni arra, hogy tudatossá tud tenni azt a folyamatot, ahogy mondjuk az anyagi dimenzióban a megnyilvánulásod létrejön. Direkt nem azt mondtam, hogy a tested megszületik, mert ez csak egy fizikai leképezés. Itt megnyilvánulás, lenyomódás van, lenyomatok vannak. És azzal, ahogy a lenyomódás létrejön, tehát ahogy a test mint olyan belép a térbe, azzal már a lélek, te is változol, hogy így fogalmazzak. Mindenki azt, hogy csak a lélek változtatja a testet, nem, a test is változtatja a lelket, hisz a fizikai dimenzió hatással van a nem világ dimenziókra, és fordítva, tehát mind a kétféle hatás oda-vissza történik. Tehát ez is megvan, akkor utána tudatosan összetudsz hozni magadnak egy olyan dimenzió szakadást, amiben nagy eséllyel megmaradnak az emlékek, és még akkor sem biztos, hogy nem csak emlékek lesznek. Megnéz, egy jó pár gyerek van, aki egyszer csak 6 éves korában azt mondogatja, hogy ő repülőpilota volt 1942-ben, és hogy halt meg, és kiderült, hogy úgy is van. De általában az emléke csak emlékek maradnak, tehát nem érzi át ugyanazt az életet pont úgy, ahogy akkoriban. Sokszor nem is beszéli azt a nyelvet, amit akkoriban. És általában az emlékek ilyen kamaszkorú körlel is tűnnek, vagy nagyon meghalványulnak. De azt, hogy kvázi átmenj magadat, úgymond letöltsd a mostani tudatodat egy másik dimenzióba, majd beletöltsd újra egy másik testbe, hogy ne változzon semmi, hát ezt nagyon-nagyon körülményesen megcsinálni. De hát, ha neked ez a vágyad, neki feküdhetsz, de nem javaslom, mert rengeteg felesleges kört fogsz lefutni vele. De hát, szabadság van, azt csinálsz, amit akarsz. Hol is van?
Egyszer valahol azt mondtad, hogy valójában nincsenek szellemek. Ez igaz? Nem, nem ezt mondtam, de mondtam ezt is, nem. A folyamat sokkal összetettebb. Az, aki meghal, fogalmazzunk így, az általában nem marad itt. De van egyfajta öntudatra ébredt lenyomata mindennek és mindenkinek. Oh. Akivel össze lehet futni, aki képes arra, hogy emlékezzen rád, mint a, hogy az anyád volt, vagy apád volt, és tényleg érezni is fogod jelenlétét, mert hát ő az, csak nem ő. De ő. Na, igen. Tehát egyszerűen el fogom magyarázni rendesen, bár mintha valahol erről beszéltem volna, valami felvétlen, talán több felvétlen is. Maradjunk annyiban, hogy azok a szellemek, amit szellemjárásnáink szoktak látni, azok léteznek, de nem nevezem őket szellemnek, egyfajta öntudattal rendelkező emlék, lenyomatok, érzelmi, gondolati csoportosulások, mintha valaki skizofrén és vannak tudod, különböző személyiség töredékei, ezek ugyanolyanok csak test nélkül, és sorolhatnám. Akkor is, hogyha ráismersz anyukád, nagyomádra, ezek leginkább általában csak lenyomatok. De a téridő folyásának okán, hogy így fogalmazzak, van lehetőség arra, hogy tényleg avval az apukáddal, az anyukáddal kommunikálj, aki apukád volt akkor, vagy anyukád volt akkor, de ez egy nagyon hosszadalmas folyamat. Tehát maradjunk annyiban, hogy de igenis a létezés az tart a testen túl is, sőt, ott kezdődik. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy vannak szellemek, de nagyon gyakran, ahogy az ember szellemekbe gondolkodik, szellemekről gondolkodik, hogy itt van mellette a meghalt nagymamám, az viszont ilyen szinten nem igaz. Oké, ott van, de nem ő az. Tudom, hogy nem lapos a föld, de ha mindenség végtelen, akkor akár lapos föld is létezhet valahol, nem? De igen, csak nem így, és nem itt. Nem úgy jön létre az anyag, sokan gondolják, hogy a tudat gondolkodik anyagtalan dimenziókban, na, mit csinálok magammal? Hát, akkor létrehozom az anyagot, puf, és akkor megszületnek a bolygók. Tehát nem egészen így, hanem a végtelen, ahogy beáramlik adott zárt terekbe, például ilyen zárt tér idézem, az anyag univerzum, akkor a végtelen fölveszi a zárt terek által biztosított korlátok által biztosított formákat. Ezeket maximálisan kimaxolja, tehát néznek az élet, hogy változik, de elképesztő szélsőségekre képes, tehát mindent, de adott korlátok között teszi ezt. Na most jelen pillanatban ebben a dimenzióban az adott korlát az, hogy egy gömbszerű cucc kell ahhoz, hogy egy ilyen élet kialakulhasson. Másik dimenziókban, ahol mások a korlátok, ott simán lehet, hogy egy ilyen jellegű élet kialakul mondjuk egy más formában, nem gömbszerűen, de ott már teljesen mások lesznek a fizika törvényei, és azért lesz lehetséges. A laposföldi elmélet hívők jelentős része, hogy a vallási jogból hiszi ezt, mert úgy gondolja, hogy kvázi a földet, mint úgy, nem a természet törvényei tartják össze az életet magát, hanem ugye Isten akarata vagy szándéka, és ezáltal kvázi egyfajta teremtés, mint olyan egyfajta színdarabot látunk itt, amit ugye az Úr állította föl, magát a színpadot, magát a díszletet, és ugye hagyja, hogy itt ezen belül az ember játszon. De a valóság ennél sokkal korlátlanabb, sokkal összetettebb. Tehát maradjunk annyiban, hogy itt ebben a dimenzióban, ha létezik is mondjuk lapos korong alakú égítés, mert létezhet, ilyen típus jellegű élet így nem alakul ki rajta, mint itt most a Földön. Ehhez gömb, vagy geoid, ugye? Forma szükségeltetik. Így valahogy. De más dimenziókban simán elképzelhető, hogy adott törvényeknek engedelmeskedvén egy nagyon nagy sík plac, mint olyan, amit ott teknősök cipelnek a hátukon. Hogy nem lehetetlen. De ebben a dimenzióban nem tudunk legalábbis lapos földről. A jogánál tényleg van köze a démonokhoz? Jaj, dehogy. Én is hallottam ezt az ostobaságot. Úristen, dehogy. A jóga egy tökör dolog, aki akar nyugodtan jogázzon. Nincsen köze a démonokhoz. Istenem. Tehát nincs köze a jogának a démonokhoz. Egyes elméletek szerint ezt az egész karmikus reinkarnációs ciklust és a hozzátartozott túlvilágot egy másik dimenziós idegen faj hozta létre és tartja fent azért,
hogy lelkeket itt a Földön a rabságban tartsa. Ez igaz? Nem. Legalábbis nem láttam ilyet. Pedig én tudok figyelni ezen reinkarnációs ciklusomról kívül is. Nem láttam ezt így, ezt ebben a formában. Valóban ezt a fajta karmikus ciklus, nevezzük így akkor a szavaiddal élve, ez valóban egy korlát, ez igaz. De nem egy rossz korlát, hanem egyfajta létezési korlát. Hát nem létezhetnek a dolgok korlátok nélkül. Hát ezt nagyon sokszor megbeszéltük meg, hát gondolkodjuk végig, hát nem lehet. A korlát önmagában nem rossz. A korlátozás az már lehet problémás, ez így van. De az sem arról szól, hogy itt mesterséges itt tartson téged valami másdimenziós UFO. Nem láttam ilyet. Meg hát nincs is rá szükség, mert a törvény maga, ugye, az okokozati törvény, az gondoskodik arról, hogy mindaddig, amíg nincs harmónia, addig a végtelen, mint olyan, itt cirkuláljon ebben a dimenzióban. Ismer a titokot? És igen, tényleg kémkednek rajta a kínaiak? Nem ismer a titokot, hallottam róla meg egyáltalán, de én tudom, nem vagyok egy nagy közösségi médiás, mert a YouTube-ot is csak azóta használom, mióta 2 éve ugye fönt vagyunk rajta. Egyéb más ilyen cuccom egyáltalán nincs, ilyen Instagram meg ilyesmém, amit így nézegetnék, vagy nem tudok róla, hogy lenne. De persze, egyébként kémkednek, hát mindenhol kémkednek. Emberek, mai világban a legfontosabb dolog az információ. Ugye, úgy is hívják, hogy egy adat, mint olyan. Egyértelmű, erre épül föl a következő 20-30 év innovációi fejlesztése minden. És hát egyértelműen minden rendszer lehallgat. Persze itt is vannak szélsőségek. Nem hinném, hogy minden plazma tévében, vagy LCD, vagy nem tudom milyen kijelzőben benne építve egy olyan láthatatlan titkos kamera, ami azonnal figyel mindenkit. De el tudom képzelni, hogy lesz ilyen. De ilyen nincs. De egyértelmű, hogy persze hallgatózik mindenki. Figyelj ide! Egy hónappal ezelőtt. Na most azt tudni kell, hogy nekem a YouTube-om, ami van, azon én magyarokat szoktam nézni, magyar dolgokat, meg angolt. Tehát én nekem nagyon más nyelvet nem nagyon dobál föl. Néha bedob egy-egy kínait, vagy egy-egy franciát, spanyol, de nagyon ritkán. Vagy egy-egy románt, vagy szlovákot. De szóval hát ezzel érthetőek. Mert olyan hírekre is rá nézek, tudod, amit úgy. És akkor hozzáköti, hát ugye hát kémkednek idézőjelbe, adatokat gyűjtnek, és úgy gondolják, hogy engem azt fog érdekelni, de nem nagyon. Tehát magyarokat, meg angolokat, de angolokat ritkán nézek, inkább csak magyarokat szoktam, retro számokat szoktam hallgatni rajta, meg ilyesmi, tehát még azt sem mondanám, hogy nagy hírfogyasztó vagyok, vagy ilyen youtubereket nézek, mert nagyon ritkán, nem szoktam, magamat sem nézem, nem vagy mást. Persze most túlzok, képbe vagyok, hát nekem azért szakmából is muszáj követnem a világ rezgéseit, de összességűen nem vagyok egy ilyen nagy nemzetközi YouTube figyelő. Kb. Egy hónapja. Van egy barátom, akkor a születésnapja volt. A srác zsidó származású, valamilyen szinten tartja a hagyományokat, minimálisan, de valamilyen szinten tartja. Nem veszi őket túlságosan komolyan, de azért valamilyen szinten tartja. És elmentünk kicsi hazánk egy legismertebb zsidó éttermében vacsorázni, megünnepeltük. Mi egy barátom, mindegy, szóval voltunk, vagy 6-an, vagy 8-an, sokan. És ott voltunk, én ott a telefonon írtam valakinek SMS, valaki rám írt, én válaszoltam egy SMS, stb. És hazaértem, és aznap este bekapcsoltam a tévét, gondoltam, hallgatok meg a YouTube-on, és abban a pillanatban a YouTube soha nem csinált ilyet, sem előtte, sem azóta. Abban a pillanatban YouTube feldobott egy csomó héber feliratú videót. Soha nem csinálta. Tehát a YouTube tudta, ugye Google fiók, stb. Keresztül tudta, telefonált, tudta, hogy én a zsidó étteremben voltam most vacsorázni. Tehát nem arról van szó, hogy feltétlenül lehallgatnak, hogy gondolják az emberek, bár szerintem arra is van igazság, hogy valóban képesek telefonon hallgatózni, de ha azt nem is teszik meg, mert tegyük föl, nem annyira teszik ezt meg, azért elképesztően sok adatot gyűjtenek, és tudnak gyűjteni csak azzal, hogy mit nézel, mit csinálsz, hol vagy, hol jársz, hol fizetsz,
bankkártyával, tehát ez egyértelmű, persze. És most nagyon sokan mondják, hogy na és akkor mi van, hát ha azt megnézi olyan, hogy mit csinálják egész nap, hát legyen vele boldog. És így igaz, hát a legtöbb embernek ez nem annyira számít. De azért mégis. Mert ha belegondolsz, tehát ebből hoztávon azért lehet probléma, hogy igenis tudják, hogy mire keresel a neten, milyen betegséget keresel rá a neten, és akkor ebből lehet gond, hogy tudják, milyen betegséget lehet. És akkor már simán behálózhatnak majd gyógyszerekkel, ami nem feltétlenül jó gyógyszer a számodra, csak ugye az adatot az a gyógyszergyár szerezte meg rólad is ezáltal. Tehát valahol hosszú távon azért, pláne ha lesz egyfajta mesterséges intelligencia majd egyszer, hosszú távon azért ebből lehetnek problémák, hogy úgymond mindent tudnak az emberről, az egyénről. Azt is, ami az abszolút négy fal között, vagy abszolút magánéletében történik. Ja. No, hál' Isten, tényleg nem volt 100 kérdés, de jó sok volt. Igyekeztem válaszolni rájuk. Több kevesebb sikerrel. No. Jók lehetek.